Ernesti Zoltán vagyok, vegyész és gépészmérnök, jelenleg a saját cégemet vezetem 20 éve. 1960 és 64-ben a Tán Károly Vegyipari Technikumban végeztem, ez egy nagyon jó iskola volt, olyan komoly kémiai és fizikai alapokat adott, hogy a további tanulmányaimban ez rengeteget jelentett. Utána 1967-ben, amikor 64-ben, amikor végeztem, akkor bejött az a rendelet, hogy korán el lehet menni, elviszik az embert katonának, ezért gyorsan beiratkoztam a Bánki Dunán Gépipari Műszaki Főiskolára, amit elvégeztem 67-ben. 67-ben a mostani feleségem, aki középiskolai osztálytársam volt, NDK-ban végzett, őt elhelyezték a Bőripari Kutatóintézetbe, ahol egy nagyon érdekes témával foglalkozott, és szólt, hogy nézzem meg, engem is talán érdekelne. Ez egy poliuretán gyártás technológia volt a Duna cipőgyárban, ami nekem megtetszett, a hölgy is megtetszett, ezért 67-ben a Duna cipőgyárba elhelyezkedtem, és ott, mint hát laboráns, meg laborvezető végezte a munkámat. A Duna cipőgyárban volt a világ első poliuretán fölcsöntő berendezése, ez az Oszkás mit csinálta, amivel direkt fölcsöntött poliuretán talpakra lehetett cipőre tenni, ez akkor egy nagyon új technológia volt. Itt én beleszerettem a poliuretán kémiába, és miután a cipőgyárban rengeteg ragasztó technológia volt, tehát PVC, poliuretán mindenféle talpat csináltak, ezért én akkor beiratkoztam a vegyészmérnöki kar esti tagozatára, és azt elvégezve én 1985-ig a Duna cipőgyárban dolgoztam különböző posztokon, mint egyedüli vegyész, ezért ennek sok előnye, sok hátránya volt. Az előnye az volt, hogy mindig napra kész kellett legyek, mert a Schuster az mindig valamit jobban tud, mint más, és akkor erre pontos választ kellett adni. 85-ben megkeresett engem egy régi ismerősöm, miután 1985-ben a első vegyes vállalatot létrehozták Magyarországon, a BASF és a Chemipur, egy poliuretán rendszergyártó céget, és oda kerestek szakember, és én ebbe a teambe belekerültem, úgyhogy 85-től 89-ig ott dolgoztunk, ahol tulajdonképpen poliuretán rendszereket gyártottunk cipőiparnak, hűtőgépiparnak, és minden olyan területre, ahova ez szükségeltetett. És 89-ben megkeresett engem egy külföldi partner, aki korábban a Duna cipőgyárban, amikor én laborvezető voltam, és az ő ragasztóival foglalkoztunk, hogy akar Magyarországon létrehozni egy valamilyen lehetőséget, hogy forgalmazzon, és ezért elvállalnám ezt. Nagyon jó ajánlatot tettek anyagilag is, meg erkölcsileg is, úgyhogy 89-ben én elkezdtem a Forgó Helmuti cég magyarországi képviselt vezetésével dolgozni, és annyira sikerült felfuttatnom az üzletet, hogy 92-ben megalakítottuk a Syntexcare Kft-t, én mint egyedüli személy, és elkezdtük forgalmazni Magyarországon a Forgó cég ragasztóit. Nagyon szépen haladtunk, 6 év alatt eljutottunk az 1,2 millió márkás forgalomig, amit utána tudtunk is tartani, hát egész 2004-2005-ig, amikor akkor ugyan már nem márka volt, hanem euró, de az utóbbi 3 évet leszámolva evel foglalkozom, jelen pillanatban is a cégem top termékeit árulom Magyarországon mindenki megelégedésére. Amikor 1992-ben a cégünket megalapítottuk, akkor a ragasztóanyag forgalmazás volt a fő szempont. Gyakorlatilag nulláról kellett indulni, mert a cég Magyarországon korábban nem forgalmazott ragasztót. Akkor még a cipőipar jól ment, akkor még 45 millió pár cipő gyártottak évente. Ugye ez sajnos a 89-90-es évekre nagyon visszaesett, és akkor el kellett kezdeni kiasítani egy olyan szeletet a piacból, ami egy folyamatosan csökkenő piac, viszont nekem az előnyöm az volt, hogy az elmúlt több éves tapasztalat a cipőgyártás területén, és a Forgó cégnek a nagyon kiváló minőségi termékeivel elmentem házalni, illetve elmentem gyakorlatilag élő technológiát átadni,
Úgyhogy akkor én évente olyan 60-80 ezer kilométert mentem, és vittem a ragasztókat, és sikerült szépen fölvinni a terméket, ami köszönhető annak, hogy egyrészt nagyon megbízható volt a termék, tehát hétfőn, pénteken és januárban, márciusban ugyanaz volt a dobozban, tehát ha egyszer váltottunk egy technológiát, akkor az simán ment. Miután korábban én rengeteget jártam a cipőgyáraknál, mint vegyész, és a technológusokat oktattam a ragasztási technológiára, engem ismertek, és miután minden problémát sikerült megoldani, de szó szerint mindent, ezért hamar elfogadták, akár telefonon is az instrukcióimat. Egy idő után a forgó cég fölvásárolta, ő gyakorlatilag a numero 3-ban benne van a világon, a termékei minőségét illetően 1918 óta gyártott ragasztókat. A cég, amerikai cég, és fölvásárolta Európában a Rezopál nevű dekorlemez gyártó céget, aki Európában a numero 1 volt akkor, és azt mondták, hogy minek két könyvelő, két raktár, két targonca, csináljuk azt is. Miután én csak olyan dolgot vállalok el, amiben profi vagyok, mert nem szeretem azt, hogyha a beosztott vagy a munkatárs kérdez valamit, és utána magával szedje, hogy a főnök, hát na, ezt nem jól tudja. Ezért olyan feltétellel, hogy fölvesznek egy olyan szakembert mellém, aki a dekorlemezekben profi, és akkor így elkezdtünk azzal is foglalkozni, amivel a mai napig foglalkozunk, mind a kettővel. A ragasztóanyag nagyon széles spektrum, a cég több mint 8000 féle ragasztót gyártott, gyakorlatilag két típus volt, amit nem csinált, de azt pedig tudtam, hogy kihez küldjem azt a levőt, akinek ilyen típus ragasztó kellett. A dekorlemezbe szintén nagyon szépen felfutottunk, mert Rezopál is ugye csinál 600 féle dekor, 4 féle felülettel, tehát ez mindegy 2400, nagyon rugalmas mind a két cég. Ha én szerda délig leadom a megrendelést, akkor a hétfői kamion hozza az árut, az áru 80%-a raktáron van, és a leghosszabb szállítási határidő az 4 hét, ha valaki olyat kér, hogy ő az ő saját fotóját szeretné látni egy dekorlemezen, akkor az 4 hét. Úgyhogy a vevők ezt ismerik, szeretik, megbízható a termék. A katalógusunk 4-5 évre, sőt 8 évre szól, tehát ha ma megveszi, megkapja a 14-es katalógust, akkor 18-ban is azonos színszáma alatt ugyanazt tudja megvenni, tehát tényleg az én előnyöm nagyobb része abból származik, hogy akikkel foglalkozom, beszállítókkal, azok folyamatosan nagyon jó és magas minőséget szállítanak. Elég széles a skála, miután jelen pillanatban ugye a szaniter egységeit a különböző létesítményeknél, sportétkésében, egyebek, ott ugye korábban mindig faroslemezből, meg butorlapból csinálták, amit ki lehetett furikálni, össze lehetett tisztítani, nehéz volt tisztítani. Erre van egy nagyon jó termék, és asztalosipari szerszámokkal megművelhető helyszínen, méretre vágják, minden szerelés megvan hozzá, tehát gyakorlatilag meg lehet csinálni, 100 éves garancia van rá. Kültéri dekorjaink is olyanok, hogy 50 év garanciát adunk bizonyos termékekre, tehát ebből kifolyólag én nagyon jól tudok a mai nehéz körülmények között is fennmaradni. A régi Duna cipőgyár is időszakra visszatekintve, akkor én a BCBTL-nek voltam elnök, ez a Bőr és Cipőgyár Tudományos Egyesület. Ennek keretében én nagyon sok előadást tartottam, 4 évenként nagy kongresszust szerveztünk, még külföldön is tartottam ragasztás technológiáról előadást, csináltam nagyon jó minőségű, nagy felbontású színes diákat, ahol mit tudom én, a ragasztófilm vastagsága kifejezve 4 centi volt, amin lehetett látni, hogy difundál, miért kell, hogy kell borzolni, tehát ez nagyon szemletes dolog volt, és ezt utána én Magyarországon több cipőgyárba, ahol a vezetők erről tudomást szereztek, elmentem és tartottam az előadásokat. Azon túlmenően a Duna cipőgyárban annak idején mi gyártottunk direkt fröccsöntött PVC talpú gyerekcipőket, és a PVC-nek van olyan tulajdonsága, hogy hidegben nagyon rideg lesz, és akkor eltörik. Erre a borsodi vegyi kombináttal együttműködve egy eldaló és adalékanyagos bekeveréssel gyártottuk granulátumot, amit nálunk fröccsöntöttünk, és
a kész cipőket, azokat a postásoknak adtuk ki oldáspróbára, mert hogy ugye ő rengeteget jár, tehát ott ez elég komoly igénybevételnek van kitéve. Ez a termék egyébként utána nagyon jó bevált. A cipőiparban szerkesztettek egy szakkönyvet, amiben a ragasztás technológiai részt én írtam, és ez egy szép időszak volt. Utána, miután én a poliuretánba beleszerettem, és abban eléggé otthon voltam, úgyhogy gyakorlatilag, amikor én a Kemipoolba kerültem, akkor engem azért választottak ki, mert az cégvezető, aki korábban járt a Duna cipőgyárban, látta, hogy poliuretánban otthon vagyunk, úgy az alapanyag gyártásban, a rendszergyártásban, a feldolgozás technikában. Aztán utána a jelen pillanatban is tulajdonképpen én ebből élek, ebből a nagyfokú gyakorlatból, és ami az én előnyöm, és amire én büszke vagyok, hogy ugye Magyarországon elég sokan forgalmaznak ragasztót, de ugye ha bejön a vevő és azt mondja, hogy kérem azt a fehéret, amit a múltkor vittem, akkor ugye akkor meg kell kérdezni, hogy mire vitte a fehéret, és ha elmondja, hogy ez cipő a mérés ragasztása, akkor rögtön tudom, hogy neki a 7-8-2-est kell adni, még nagyon sok boltban azt mondja, mondja meg, hogy mit kér, mert hát itt sok fehér van. Tehát gyakorlatilag ezen a területen én, hogy mondjam, virulok és élek, mint egy király. Mint említettem, a feleségemet, a mostani feleségemet még középiskolában ismertem, meg osztálytársak voltunk, és ugye 68-ban megesküdtünk, 70-ben született a fiam, ami nagy előny, hogy a feleségem is vegyész, tehát műanyagfeldolgozás szakon végzett NDK-ba, és poliuretánban dolgozott, ezt a feladatot kapta a kutatóba, így gyakorlatilag nekünk, amikor együtt mentünk a munkahelyre reggel egy órát, délután egy órát, akkor mi a szakmai dolgokat mindig meg tudtuk beszélni, nálunk mindig minden közös, nincs külön pénztárca, hanem utána a gyerekkel is mindig megbeszéltük, mert voltak olyan időszakok, amikor nem szaladt annyira a szekér, úgyhogy aztán a feleségem több helyen dolgozott, például a Chemolympex-be, amikor még nem volt ez a szabad lehetőség, tehát 90 előtt, akkor rengeteg vennyianyag export a Chemolympex-en keresztül jött be. Otthon mi meg tudtunk beszélni minden problémát, a ragasztóról, meg az egyebekről, az áráról, a minőségéről, a szállításról, tehát jól kiegészítettük egymást. Ami még fontos, hogy én egy ilyen elszállós típusú ember vagyok, tehát én mindenbe beleugrom, az, hogy meg egy kicsit inkább ilyen földön járom, úgyhogy így ez a kettő ezt kiegyenlítette egymást. A fiam ugye az 70-ben született, ő informatikusnak végzett, és megnyerte egy ösztöndíjat, amivel kiment Németországba, és ugye ott nagy sajnálatunkra ugye nem jött vissza egy év múlva, hanem jó ajánlatot kapott, és vagy 6 évet kint töltött, ő is elvette az egyik volt osztálytársát, az unokáink kint születtek, ami probléma volt, hogyha látni akartuk őket, akkor Augsburgig kellett utazni, nagy nehezen sikerült őt visszacsábítani, és belemerült egy olyanba, ami ma nagy újdonság, de még mindig nem eléggé, a financiális része nincs megoldva, ez az energetika, a passzív házak. Abban olyan tanfolyamokat végzett el, van egy pár olyan diplomája, ami itt európai szinten 5 embernek van meg, ebből ő nagyon otthon van, de ebből ma nem lehet megélni, ő egyébként a passzív ház intézetnek a vezetője, meg a MAPASZ-nak a elnöke, tehát rengeteg funkciója van, de mondtuk, hogy akkor menjen inkább vissza a saját területére, mert ott lehet pénzt keresni, úgyhogy ő jelen pillanatban informatikával foglalkozik, ezt mellékesen hobbiból csinálja, és akkor a hobbira átérne az én hobbim, én szeretek kertészkedni. A hobbim a paradicsom termesztés, én jelenleg is kb. 30 féle paradicsomom van, amit otthon a kertbe, ezek mind fa paradicsomok, tehát 2-3 méter magasra megnőnek, és ami jó ugye, hogy én hazaérek, mert bent a cégnél van probléma. Most átutalni kell, nincs annyi euró, átváltani drága az árfolyam, és így tovább. Ahogy én hazamegyek és rövid nadrágban hátra meg a kertbe, akkor én erről mind megfeledkezem. És ugyanakkor viszont az összes termés, ami ott van, az bio,
mert nálunk csak öntözés van. Ha jön a tető, akkor inkább levágom a lángot és eltűzelem, vegyszert nem használok. A másik hobbim az utazás. Mi nagyon sokat utazunk. Benne vagyunk az RC-be 92 óta, és most májusban fogunk menni, most pénteken a 42. utunkra már.